Békére és megbékélésre szólította fel az Ukrajnában szemben álló feleket Ferenc pápa február 19-én az általános kihallgatása végén. A Szentatya kijelentette, aggodalommal követi a Kijevben zajló eseményeket, majd biztosította az ukrán népet, hogy mellettük áll. Hozzátette, imádkozik az erőszak áldozataiért, családtagjaikért és a sebesültekért. Minden felet az erőszakos tettek befejezésére szólítok fel, az ország békéjét és megbékélését keressék, fogalmazott a katolikus egyházfő a Szent Péter téren több mint 20 ezer ember előtt. A kijevi tüntetések 2013. novemberében kezdődtek, amikor az ukrán kormány bejelentette, mégsem írja alá a társulási és szabadkereskedelmi egyezményt az Európai Unióval. A kormányerők és a tüntetők közötti konfliktus akkor mérgesedett el, amikor több a gyülekezés és szólás szabadságát korlátozó jogszabályt szavazott meg rohamtempóban az ukrán kormány. A három napja különösen hevessé vált összetűzéseknek több száz sérültje és 35 halottja van, derül ki az ukrán egészségügyi minisztérium február 20-ai összesítéséből.